Egy-egy szál virággal a kezükben érkeztek a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium egészségügyi szakközépiskolájának 12. A osztályos diákjai a Csolnoki Ferenc Kórház udvarára, hogy szerenádot adjanak. Az egészségügyi szakképzésben részt vett végzős fiatalokat Horváth Ferenc Károlyné ápolási igazgató és a kórház dolgozói fogadták. A 30 fiatal 2 évig járt a megyei kórházba gyakorlatra, ahol nagyon örültek nekik, amiért ezt a hiány szakmát választották. A végzősök hetente egy-egy napot töltöttek el az intézmény falai között, ahol betekintést nyerhettek a kórházi dolgozók munkájába. Megtapasztalhatták, hogy kell ápolóként a betegekhez segítő módon viszonyulni. A diákok rövid és érzelmes szerenádjuk során elénekelték például a Kárpátia Kisfehér Virágok Gyógyítsatok című dalát is, amelyen az egészségügyben dolgozók előtt tiszteleg az együttes. A műsort személyre szabott ajándékkal köszönték meg a kórház dolgozói, sőt a diákok útravalót is kaptak a további szerenádozáshoz. Remek a kapcsolatunk, azt lehet mondani, hiszen ez egy nem mai kapcsolat, egy régi kapcsolat, mint ahogy a szakképzési centrumokkal is remek kapcsolatunk van. De nagyon örülünk annak, hogy ez a kapcsolat újra felelevenedik és felélet, ha mondhatom így. Ez 2019-ig 4-5 éven keresztül tartó kapcsolat volt. Sajnos a Covid-járvány helyzet ezt megállította, ezt a kapcsolatot, de bízunk benne, hogy ez újjáéled.